Sziasztok! Lezárjuk mind a két szavazást, amit a közelmúlva megkérdettem, és a Luke és a Usenbong témák után következzen a várva várt top 10-es lista szerintetek. Azonban előtte felhívnám a figyelmet egy fontos dologra. A csatorna oldalán találhatok egy kis csengő formájú ikont. Ha szeretnétek a csatornáról napra kész információt kapni, akkor kattintsatok rá erre az ikonra és kapcsoljátok be. Na már most ebben a szavazásban annyi változást eszközöltem, hogy most csak is egyetlen egy személyre volt lehetőségetek szavazni, így talán picit megnehezítettem a dolgotokat. Láttam is a komment szekcióban az értetlenkedést, hogy miért nincsen Starkiller vagy Kylo Ren. Gyerekek, top 10 Sith lista a neve. Kylo Ren és Galen Marek soha nem voltak és nem is lesznek Sithek. Ők sötét Jedik, vagy egészen mások, de nem Sithek az biztos. Ha nem tudjátok, mi a különbség a kettőjük között, akkor nézzétek meg az erről készült videómat, mert nem ez az első eset. Na de lássuk a szavazást. 10. helyen Vishyét vagy másodéven Valkorion a Sith uralkodó 166 szavazattal. Az első Sith császár, aki halhatatlaná tette magát és számos gazdatestben élt több mint 1000 évig a régi köztársaságban. Életében számos képességet tanult el, és alig akadt olyan személy, aki felvette volna vele a versenyt a galaxis történetében. Fizikai testének halála után is számos alkalommal tért vissza más gazdatestekben, amíg végül saját fia, Arkane meg nem ölte őt 3630 évvel a Yavin csata előtt. 9. helyezett Dooku gróf, vagyis Darth Tyranus, 174 szavazattal. A néhai Jedi mester és Serenno grófja, aki áttért a sötét oldalra és Sidious-szal karöltve megtervezte a klónok háborúját, amely életet millióját követelte a galaxis szerte. Miután csalódott a Jedi rendben és a köztársaságban, hátat fordított eddig életének és tanítványa Qui-Gon Jinn halála után a sötét oldal felé útja megbizonyosodott. A klónháborúk végez közeledve Sidious elárulta őt és megölette a bizonytalan Anakin Skywalkerrel a láthatatlan kéz fedélzetén. Halála után is sokáig emlegették fénykarvívási képességét. 8. helyen Darth Bane, a kettő szabályának megalkotója 227 szavazattal. Darth Bane születési nevén Desel, a sötét testvérisé bukása után egyedüli túlélőként maradt életben. Ezek után Darth Revan horoklónja alapján megalkotta a kettő szabályát, mely kimondja, hogy egy időben csak is kettő igazi Sith lehet. Egy mester, aki birtokolja hatalmat, és egy tanítvány, aki csak sóvárog utána. Életében és halála után is kiváló fénykardforgatóként tartották számon, és nagy erejű erőhasználóként. Hagyatéka a kettő szabálya 1000 éven át is fennmaradt utána. 7. helyezett a régi köztársaság egyik legrettegettebb nagyura Darth Malgus 228 szavazattal, hoppá. Malgus és mestere voltak az első igazi Sithek, akik felfedték magukat a Jedi előtt hosszú idő óta. Malgus már egészen fiatal korától kezdve részt vett szinte az összes nagyobb csatában a köztársaság és a Jedi ellen a nagy galaktikus háborúban. Hamar nagy elismerésre tett szert és tevékenysége alatt számos Jedivel végzett. Malgus vezette azt a csapásmérő egységet, ami megtámadta és el is foglalta a Coruscanti Jedi templomot a háború végén. A köztársaság és a Sith birodalom közti békekötés és az uralkodó feltételezett halála után Malgus kikiáltotta magát a következő uralkodónak. Azonban uralkodása nem tartott sokáig, hiszen a csapásmérő egység legyőzte őt és évekig mindenki halottnak hitte. Azonban Vishyét visszatérésekor a tróntermében látható Malgus karbaniba fagyasztott teste. 6. helyezett 243 szavazattal Darth Plagueis a bölcs. Hego Damask, nagy befolyású üzletember, Darth Sidious mestere és a midichlorianok mestere. Tudása az erő tanulmányozásában olyan mértékig jutott, hogy képes volt a midichlorianok segítségével életet teremteni és visszahozni embereket a halálból. Egyes feltételezések szerint a midichlorianokkal való kísérletének eredménye volt Anakin Skywalker megszületése is. Ő is tanítványa tervezte meg a Naboo inváziót és a klónok háborúját, ami végső soron a Jedi rend eltörését jelentette. Azonban Plagueis nem láthatta a munkásságának gyümölcsét, hiszen tanítványa a főkancellára megválasztása után megölte őt álmában. 5. helyen a kettő szabályának betestesítője, a galaxis uralkodója és császára, Darth Sidious 289 szavazattal. Sidiousról szintén készítettem már egy videót, tehát hogyha bővebb információt szeretnétek tudni, nézzétek meg először azt. Sidious a köztársaság és a Jedi rend bukása után a birodalom egyedüli császára, akiről kevesen tudták, hogy valójában Sith nagyúr. Sidious legendában a legnagyobb erő Sith volt, képes volt erővihar megidézésére is, ami flottákat, sőt egész bolygókat is képes volt megsemmisíteni. Végső soron ez lett az ő végzete is. 4. helyezett az éjség ura Darth Nihilus 343 szavazattal. Nihilusról is készült már korábban egy videó, amiben elmesélem az egész történetét. Nihilus, gravitációs tömegárnyék generátor, fegyver használata után egy seb lett az erőben. Ezek után őt és Sion-t, egy másik sebet az erőben, Darth Raya tanítványnak fogadott,
megalkotva a Sith triumvirátust. Ő és Sion munkássága lévén a Jedi rend az első Jedi tisztogatás alatt szinte a kiállás szélére került. Adottsága lévén egymaga képes volt megtisztítani a bolygót az ott élőktől. Nihilus végül a saját hajóján, a Ravager-ön halt meg, Peeta Suri keze által. Harmadik helyezett, a dupla pengés fénykard koronázatlan királya, Darth Maul, 365 szavazattal. Maul a klónok háborújában történt feltámadása óta örvend nagy közönségnek, és a lázadó sorozatban való szerepeltetése és se tovább mélyítette. Én személy szerint jobban szeretem a lázadóban bemutatott karakterét, mint az olyatlan mészárost, amit a bajos ájnapban láthattunk, de ez már csak a személyes véleményem. Egyéb iránt róla is készült már videó, amit ajánlok figyelmetekben, hogyha mélyebb tudni volt szeretnétek róla. Második helyezett, a régi köztársaság kedvenc karaktere Revan, vagy Darth Revan, 586 szavazattal. Revan életútja önmagában megéri egy egész videót, még szerencsé, hogy már elkészült, kalandjai annyira szövevényesek és összetettek, hogy bármely Skywalker irigykedve tekintette rá. Fénykardforgatóként és erőhasználóként is legendásnak számított, és az ő korában ő volt az egyike azon keveseknek, aki fel tudták venni a versenyt a Sith uralkodó Visi-jéttel. Jó magam is nagy kedvelője vagyok a karakterének, és mindannak, amit képvisel, tehát nem meglepő a második hely számára. És első helyezett nem meglepő módon a Csillagok háborúja legnépszerűbb, és a valaki talált leggonoszabb egyéne, Darth Vader, a néhai Anakin Skywalker, 592 szavazattal. Vader életútját szükségtelen bemutatni, hiszen 6 film szolgál ennek alapul. Én is számtalan témát szenteltem már Vader kettőségének, és még messze a vége, hiszen az írók is előszeretettel veszik elő a karakterét. Egy ember tragédiája az ő meséje, és bárki képes vele rövid távon rokon szenvezni. Darth Vader, number one. Teljesen egyetértek. Köszönöm szépen, egyen részt vettetek ezen a szavazáson, szóval most itt a lehetőség, hogy ti magatok diktáljátok a következő témát. Top 10 űrhajó? Fejvadász? Minden rajtatok fog múlni. Várom az ötleteket a komment szekcióban, és mint mindig, az erő legyen veletek.